Hello, hello, szia, sok szeretettel köszöntelek, csodás napot, reggel, estét, bármikor is nézed ezt a videót. Nálam szokás szerint este van. Na hát a mai piac az nagyon érdekes, ugye egyik nap lesz háború, másik nap nem lesz háború, különböző félelmek keringenek jobbra-balra, és ez a, mind a tradicionális piacokra, mind a kriptopiacra ma rányomta a bélyegét. Én Dekler Miklós vagyok, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptóhíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel is edukálok az internet óta létező legesleg innovatívabb iparágról, ami tudjuk, hogy a kriptovaluták, és azt is tudjuk, hogy nem csak technológiai csoda, hanem a pénz evolúciójának a következő szintje. Na, kérnék egy kövér lájkot, úgyhogy megnyomod a like gombot, ez fontos, hogy a YouTube algoritmusa fölkapja a videót és megmutassa másoknak, valamint iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, mert akkor a fontos tartalmakról értesítést kapsz. Lehúzom magam ide a sarokba, hogyha sikerül, igen, frankó. Na, csapjunk is bele, nézzük, mit mutat a kedvenc buborékos csárt. Hát ez teljesen piros, úgyhogy valószínűleg ez lesz a videó borítóképe. Látjuk, hogy zömében mínusz 10% körül van a legtöbb altcoin. Bitcoin sem panaszkodhat, mínusz 7,7, Ethereum közel mínusz 8%. Egyelőre ugye a Bitcoin 40 ezer dollár fölött maradt, viszont komoly support, azaz támasz szintek sérülhetnek, főleg, hogyha mondjuk a napot nem tudjuk fölötte zárni, ezt megnézzük mindjárt. Ethereum visszament 2900 dollár alá, úgyhogy amit az elmúlt napokban összeszedtek a különböző coinok, most úgy néz ki, hogy visszaadták a piacnak. Nézzük, mi történik a kedvenc indikátorunkkal, a kriptofélelem és kamiság indikátorra. Valójában ugye ez egy kicsit késletetett indikátor, most azt mutatja, hogy 52-nél vagyunk, az a semleges, 2 óra múlva lesz frissítve, akkor szerintem simán a félelem, de az is lehet, hogy az extrém félelembe fogunk leérkezni, 25-30 közé várom. És ugye tudjuk azt, hogy itt az elmúlt napokban már elkezdett emelkedni a semleges zónába, viszont ha visszanézzünk ugye az elmúlt egy évre, akkor látjuk, hogy májustól július végéig nagyon alacsony szinten voltunk, hasonlóan, mint most, többször ugye érintettük a 10-es szintet, és volt egy felindulás, egy visszaesés, és utána egy felindulás is, ugye ez a disbelief, azaz hitetlenség, amikor ugye mégsem hiszik el, hogy akkor van felfelé, meg hogy jobbak lesznek a dolgok, és akkor van egy ilyen visszaesés, amit itt mondjuk láttunk pár napja az indexben, amikor ugye nagyon nagy alul a félelem, akkor a befektetők általában olcsón eladják az eszközüket, ezért ugye olcsón lehet venni, és ez a legjobb, ha olcsón veszünk, mert a nagy pénzeket ugye az olcsó vétellel lehet megcsinálni a kriptóban, amikor meg a befektetők már nagyon kapzsik, akkor érdemesebb a profit realizáláson gondolkodni. Nézzük az első hírt. Ugye azt mondják a bitcoin kereskedők, hogy a 41 ezer dollár, ami jelenleg egy fontos szint, ezt figyelik, és ezen belül is van, aki azt mondja, hogy egész medvés hangulatban van, amíg az 50 ezeret nem visszük át. Ugye itt látható a heti csárton ez a 46 kötőjel 50 ezer dolláros klaszter, amit amíg nem visz át és nem válik támasszá, addig például ez a trader nem bullish, és látjuk, hogy jelenleg ugye innen fordultunk vissza, és 40 ezer környékére térsz vissza az ár. Oké, hasonló csárt, ami ugyanúgy a bikáknak az utolsó védelme, körülbelül ebben a zónában vagyunk egyébként pont jelenleg. És ugye az éves nyitás itt a 46 ezer dollár fölött, ez mindenképpen egy fontos szint, hogy megnézzük, 46.200 az éves nyitó, ugye az is egy fontos ellenállási szint, de ez az egész 46-tól 50 ezer dollárig egy fontos ellenállás jelenleg. Amit itt a Zero Hedge megoszt, az az, hogy különböző hírek jönnek, ugye zömében negatív, vagy Oroszország, vagy a kamatemelés, ugye ez a kettő, a hunyó, akik dobálóznak ezekkel a hírekkel, és ugye hol sikerül vele pánikot csinálni, hol nem, és a kérdés az, hogy a piac erre hogyan fog reagálni. Nézzük a következő hírt. Ugye ez tegnapi hír, úgyhogy nem tükrözi a mai negatív hangulatot. Azt mondja ez az elemző, hogy egy parabolikus bitcoin rallit vár 2022-re. Ez nem más, mint TechDev. Először TechDev megnézi egy fordított csárton,
a 20 hónapos mozgó átlaggal, hogy egy lefele trendben vagyunk. Ugye ezt, ha megfordítjuk a csártot, akkor látszik, hogy lefele jövünk, valójában ez azt jelenti, hogy fölfele jövünk, úgyhogy ugye pont fordítva nézne ki, és ugye ez a 20 hónapos mozgó átlag nyomja lefele az árat. Ha megfordítja, akkor ugye itt jelen esetben az 57-es mozgó átlagot is nézi, ami ugye jelenleg ellenállásként szolgál a Bitcoinnak, és látjuk, hogy mi volt, amikor átvitte az 57-es ellenállást, akkor egy gyönyörű rallit láthattunk, és ugye tavaly előtt 2020 márciusában volt az RSI is ilyen alacsony szinten, illetve ugye most is, és készül törni ezt a zöld szintet 45-nél, ami utána meghozhatja azt a bullish momentumot. Oké, dióhéjban ennyi, illetve egy Bitcoin impulzus mintázatot is fél felfedezni, amit ugye exponenciális mozgó átlag és Bollinger szalagokkal jelöl, és ugye itt a zölden jelöli a csúcsot, sárgával ugye egy lokális csúcsot, és vagy hát a rally kezdetét, a barnás narancssárgával egy köztes csúcsot, és a lilával pedig a ciklus csúcsát. Na, Nicholas Merton is megszólalt, aki most már bullish, egyébként nem volt a Nicholas Merton bullish sokáig, de azt mondta, hogy ahogy láttuk ezt az ármozgást, ahogy láttuk ezt a lefele trendet, hogy sokan azt várták, hogy 30 ezer, majd 25 ezer, és hogy ez nem következett be. Úgy néz ki, hogy a bálnák azért időnként csak-csak nekiálltak vásárolni, csak-csak megjelentek, és azt látja, hogyha a következő hetekben sikerülne feljebb indulni, akkor látja a 65 ezres új csúcsok meghódítását is, és ezt áprilisra teszi. Azt mondja, hogy igen, pár bika itt van, és szeretne bevásárolni, az okos pénz igazából elkezdett már vásárolni, és sokkal gyorsabban történik ez, mint egyébként legutóbb. Oké, okay. Amit itt bejelölt, ugye itt ez a nagy visszahúzás, amit most történik, ez így nem látszik, vagy nem számolt ezzel, ő is ugye a 46-50 ezeret keményebb diónak látja, és ugye utána lehetne egy újabb csúcs támadás, illetve felfedetődés esetén további rally, ugye ezt az ellenállást nézi. Azt mondja, hogy a céláruk 150 kötője 200 ezer dollár, és ugye ez bekövetkezne, mondjuk idén, még idén. Szuper. Következő hír. Na hát megindult az oda-vissza adok-kapok. Amerikai szenátorok egy ilyen törvényjavaslatot kezdeményeztek, hogy vizsgálják ki és büntessék meg El Salvadort azért, amiért El Salvador a dollár helyett a bitcoin favorizálja, mint nemzeti fizetőeszköz, és ugye El Salvador meg beszólt nekik, El Salvador miniszterelnöke, hogy hát figyeljetek, nektek nincs semmilyen fennhatóságotok egy független állam alatt, nem vagyunk a gyarmatotok, nem vagyunk a hátsó udvarotok, nem vagyunk az első udvarotok, úgyhogy maradjatok távol a mi belső politikánktól, kapcsolatainktól, és ne próbáljátok meg kontrollálni valamit, ami felett nincs kontroll. Ugye ez azért van, mert egyrészt ugye korábban az IMF is dorgálta a El Salvadort, mert ugye nem kért a hitelekből, bitcoin kötvény bocsátanak ki, most ugye nem a dollárt akarják annyira használni, hanem a bitcoin, és hogy ez nem tetszik a meglévő pénzügyi hatalmaknak, akik az elmúlt 100 években ugye kiépítették ezt a hatalmat, és most van egy ország, aki nem kér a kölcsönükből, meg nem akarja használni a valutájukat, de azt gondolom, hogy teljesen jó irányban megy, egy független ország igenis eldönti, hogy mit akar, és nem akar mondjuk egy amerikai dolláron rángatott, hogy mondjam, gyarmattá válni. Na nézzük a következőt, 61% a luxemburgi pénzügyi játékosoknak, pénzügyi szereplőknek a 2022-es kripto elmélyülést tervezi. Ugye ne felejtsük el, hogy Luxemburg a második legnagyobb alapközpont, ahol a legtöbb befektetési alapnak a székhelye van, szóval valójában ez egy ilyen befektetési alap paradicsom, és ugye maga a KPMG, hogy Kanada vásárol Bitcoint, Ethereumot, jelenleg úgy látja a
Pricewaterhouse Luxemburg, hogy 65%-a játékosoknak tervez kriptoba fektetni, és nem csak azért, hogy az adja az ügyfeleknek adjon a kriptoszolgáltatásokat, hanem a saját eszközeiket is szeretnék. Úgyhogy mivel itt rengeteg eszközkezelő van, ezek az eszközkezelők megkeresik a kitettséget a kriptóba. Úgyhogy ez egy izgalmas dolog, meglátjuk, hogy ez hova vezet, azt jelenti, hogy az intézményi befektetők jöhetnek. Van egy következő hírünk, ami nagyon izgalmas, ugye tegnap hirtattunk arról, hogy Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway, ami ugye egy ilyen tradicionális brick and mortar befektető cég, 1 milliárd dollár fektetett egy kriptobarát bankba. Na hát az ő jobb keze, Charlie Munger, azt mondta, hogy a bitcoin olyan, mint egy nemi betegség. És azt, hogy én nem fektettem kriptóba, büszke vagyok erre, hogy elkerültem, mert ez olyan, mint egy nemi betegség, stb. Stb. De azért csak befektettek 1 milliárd dollárt viszont abba a bankba, ami kifejezetten a kriptoszolgáltatásokat fejleszti a jövőre, és kriptoszolgáltatásokat bonyolít. Azért ne felejtsük, hogy Charlie Munger 97 éves, ha jól emlékszem, minden tiszteletem az övé, meg Warren Buffetté, mert hagyományos Coca-Cola, bankok és mindenféle olyan dolog, ami nem is biztos, hogy annyira hasznos akár neked, például káros élelmiszerek, élelmiszeripar, meg egyéb vegyipari dolgokba is fektettek, ebből nagy pénzt csináltak, viszont kimaradtak a dotcom lufiból, nem fektettek sem az Amazonba, sem a Facebookba, sem a Googleba, sem a Teslába. Igazából annak idén Charlie Munger azt mondta Teslára, hogy ezt fullba el fogja bukni Elon Musk. Elon Musk mondta, hogy azért csak ő megpróbálná, úgyhogy nem kell akkor Charlie Munger pénze. Ez egy érdekes dolog, ez igazából azt gondolom, hogy változik a világ. Ugye itt a Twitteren látunk egy olyat, hogy amikor Lenin meghalt, akkor született Charlie Munger. Úgyhogy akkor persze, hogy nem várhatjuk el, hogy egyszer meg is értse, hogy mi ez, nyugodtan hívhatja patkányméregnek, vagy aminek akarja, nem kell, hogy mindenki az új technológia nyertese legyen. Majd bízunk benne, hogy az alapkezelők idővel az örököseit tovább viszik, és ők valószínűleg, hogy nem a hagyományos vas és acél és hagyományos üzletekbe fektetnek, hanem inkább a modern új technológiákba, ami meg tudjuk, hogy kripto körül. Na nézzük, hogy Amerika miért akar Ukrajnát felhasználni egy ilyen háborúba, és hogy miért kell nekik a dollárhoz. Ez egy hosszú cikk, nagyon érdemes elolvasni, ha tudsz angolul. Igazából a lényeg az, hogy Amerika az amerikai dollárral és azon lévő inflációval valójában kiimportálja ezt az inflációt, és ugye mivel rákényszeríti az olaj, illetve a nemzetközi kereskedelemben a dollár elszámolás miatt, hogy más ország kénytelen legyen dollárt tartani, kénytelen legyen dollárt használni, hogy valójában velük elszenvedteti ezt az inflációt, utána ők meg szépen ezzel pluszban gazdagodva eszközökbe fektetik, és ugye arról is szó van, hogy például Oroszország meg egy jó ideje nem szívesen használja a dollárt, pont ebből kifolyólag, mert fölismerték, hogy ez mire való, és ugye Amerika azt, amit ebből az inflációval beszednek, ezt a masszív többletet, ez ugye különböző hadászati, meg egyéb dolgokra költik, és nem csak ugye más országok szenvedik el ezt az inflációt, hanem például az amerikai lakosság is, szóval mindenki, aki ilyen pénzből és fizetésből élő. Ez egy érdekes cikk, hogy a háború nem arról szól, hogy bármi, meg akarjuk menteni Ukrajnát, vagy meg akarjuk menteni, nem tudom, Kuvaitot, vagy nem Kuvaitot, hanem mi volt ez, Líbiát, meg Irakot, Iránt, meg Afganisztánt, meg a nem tudom kicsodát, meg Vietnámot. Ez mind arról szól, hogy zömében ugye az olaj feletti fennhatóság, illetve a dollár kiterjesztése, és ugye van pár ország, mint Kína, meg Oroszország, aki ezt nem akarja, és ilyenkor jönnek az ilyen jellegű dolgok. Persze azt gondolsz erről az egész, amit akarsz, én nem nagyon izgulok a háborún, mert azt gondolom, hogy ez csak ijeszgetése a népnek, valamivel mindig kell ijeszgetni, volt egy COVID-19, amivel elég sikerült sokakat megijeszteni, most van egy ilyen háborús szitu, amivel ijeszgetnek. Na nézzük viszont, hogy a JP Morgan mit csinál, egy óriási lépést tesz a Metaverse világ felé, és azt mondja, hogy egy 1 billió dollár per éves biznisz, évente
1 billió dollár tud ezt csinálni. Ez az 1 billió dollár, ez most jelenleg fele a crypto market cap-nek, fele mondjuk a Microsoft market cap-jének, és mondjuk talán harmada az Apple market cap-jének, és ezt évente megcsinálja. Úgyhogy ezt a lehetőséget látja benne a JP Morgan, és ezért érkeznek be, és el is vettek is egy ingatlant a Decentralend-en, és be is rendezték a kis virtuális terüket Onyx néven. A JP Morgan egyébként 4 billió dollárt kezel, hogy a világ legnagyobb bankja, ezt ugye a mai gratis webináron is megnéztük, hogy a világon a legnagyobb bank, és ugye ami fontos, hogy 2017-18-ban egyfolytában a bitcoin kriptot szidalmazták, azt mondták, hogy kirúgják az alkalmazottakat, aki ezzel foglalkozik, befagyasztották, nem engedték a bankkártyás fizetéseket a kriptotőzsdéken, és mindenféle rossznak elmondta a Jamie Dimon, a vezérigazgatók a bitcoint és a kriptot. Most meg ott van, hogy akkor kriptoért Metaverse ingatlant vettek, és rendezik be a kis bankfiókot a Metaverse-be. Hát az, hogy te mit fogsz csinálni a Metaverse-be, erről nagyon szívesen beszélgetünk, gyere be a chatbe, illetve gyere el a gratis tanításra. Gratis tanításunk volt a mai nap, illetve lesz hétfőn is, nagyon jól sikerült. A linkben találsz egy sorion.io-s linket, itt feltétlenül iratkozz fel, e-mail címedet, nevet kell megadni, és meg fogod kapni a Zoom webinár linkjét, ahol ugye részt tudsz venni. Beszélünk a pénz kialakulásáról, a mostani pénzügyi helyzetről, a bitcoinról, a kriptóról, és maga, hogy hova tart ez az iparág. Regisztrálunk kriptopénztárcát, megtesszük a biztonsági beállításokat, és mindenféle egyéb dolgot, ami ide tartozik. Oké, nézzük, hogy milyen hírünk van még. Shark Tank Kevin O'Leary, aki ugye korábban nem hitt a Bitcoinban és az Ethereumban, már a nagy kriptohívő lett, és ugye ő arról híres, hogy főleg azt nézi, hogy szoftverek, és ő úgy apostrofálja, hogy az Ethereum, a Polygon, és ezek a Metaverse dolgok, ezek szoftverek, és azt mondja, hogy az Ethereum, Polygon, Hedera Hashgraph és a Helium, ezek mind-mind olyan projektek, ahol a Metaverse fog kiépülni, és ezért ezekben a tokenekben ő nagyon hisz. Jó, ez volt így röviden a hírek, látogassunk el a Twitterre, feltétlenül kövessél a Twitteren Kukac Miklós Denkler, illetve kövessd a Kukac Corion platformot, ugye kripto a Twitteren zajlik, úgyhogy itt találsz infókat. Nézzük a híreket. Tudjuk, hogy Kanadában is elindult az, ugye, hogy a kamionosok tüntettek ugye az oltás ellen, és akkor nem engedték, hogy bankszámlákat nyissanak, sőt, most odáig ment, hogy azt mondták, hogy mindenki, aki korábban adakozott neki bankszámláról, azokatnak mindenkinek befagyasztanak a számláját, úgyhogy megindult egy ilyen nagy bankroham, hogy az emberek kiveszik Kanadában a pénzüket, és ugye ez hasonló, mint a ciprusi 2013-as, amikor ugye a bitcoin ára viszont ezzel felugrott. És ne felejtsük el, hogy ezek a kanadai kamion sofőrök, tüntetők valójában bitcoint kezdtek el elfogadni, ugye erről már múlt héten beszéltünk. Itt van az öt legnagyobb bank igazából, úgy néz ki, hogy kifogyott a pénzből, és zárja le a dolgokat, ugye ATM-ek is futnak ki a pénzből. Ez egy kisebb ilyen bankrohamot láthattunk Kanadába, és ugye azon mondják, hogy Kanada mennyire rendben van, hát ezek szerint nem feltétlenül. A Ukrajna megszavazták a törvényt, hogy hivatalos fizetőeszköz lehet a bitcoin. Na, ez azért az valami. És akkor nézzük, ugye ez volt az, a Dennis Porter posztolt egyet, hogy fölhomályosítsa az embereket, hogy akkor mi is ez, amit az amerikai szenátorok itt El Salvador kapcsán rájuk akarnak kényszeríteni, ebben fölhívja a figyelmet, és ugye ez is erről szól, amit már a hírekben olvastunk, hogy ne avatkozzanak be az ő belső kapcsolataikba. Oké. Na hát itt a chart alapján úgy látjuk, hogy trendforduló van, a hangulatban van forduló, és a piaci viselkedésben is van forduló. Persze ez a mai esés ugye egy kicsit így rányomja a bélyegét, viszont ez mind azt teszteli, hogy a hitetlenség zónából átlépünk-e hamarosan a hit zónájába. Ugye a következő charton ugyanúgy ez a 39-40 ezer dolláros szintet, amit mi véltünk beazonosítani, ezt figyeli a Caleb Franzen, és ugye itt nézi, hogy tavaly január, akkor ugye idén már, tavaly május,
ugye tavaly szeptember, hogy hol vannak azok a különböző szintek, és ez egy nagyon fontos klaszter, jelenleg éppen ebbe csúsztunk úgy nagyjából bele, illetve a 40 ezer dollár alá bemegyünk, akkor ugye ez a 39 ezer dollár környéke egy fontos szint. Ezt nézd meg, ez egy ilyen jó pofa valami az inflációról. Oké, okay. És van itt egy Csamát beszél arról, hogy a Helium és a Render milyen fontos szerepet fog betölteni, azért, mert a valójában olyan dolgokat szolgáltatnak, amit a Metaverse és a kriptóiparág használni fog. Úgyhogy mind a Helium, tudjátok, van a Helium miner-es videónk, amit majd mindjárt megmutatok, illetve ugye a Render token, Render kukoinon lehet megvenni. Oké, okay. Nézzük meg, hogy mi történik a Telegram csatornánkon, linkjét megtalálod a leírásban, feltétlenül csatlakozz be. Oroszország korábbi miniszterelnöke azt mondja, hogy a kriptovalutákat tiltani az olyan lenne, mint hogyha az internetet tiltanánk. Hát nem fogjuk tiltani, legalábbis így saját magunk közt nem. S&P 500 is frankon beesett ma, Nasdaq is beesett, úgyhogy jéghegy alakzatnak tituláltátok ezeket a dolgokat. Feltétlenül itt kattingas végig a pinált üzeneteken, Daxio tájékoztatunk általában van minden nap, ami egy online játék és Metaverse NFT projekt, ahol jön ki a saját konjai, nagyon frankó lehetőség van benne, úgyhogy meg tudod nézni, illetve a mai gratis webinárra itt tudsz feliratkozni, úgyhogy itt végig kattintva látod. Az a név például, hogy a Daxio-ra Eva Mamacitától tudsz linket kérni, ugye Eva Mamacitát beírod itt a chatbe, vagy pedig írsz neki egy privát üzenetet. Jó, beírod, hogy Eva Mamacita, ki is dobja, ő az, és írsz neki egy üzenetet, hogy miről kérsz plusz infót. Itt van a Blockchain Budapestre, ugye konferencia kedden lesz, 25%-os kedvezményt kapsz, hogyha a linken regisztrálsz, és utána megérkezel ugye ide a rendezvény oldalára, a kuponnál kell megadni itt len, hogy CryptoMinds, és akkor 25%-os kedvezményt kapsz. Oké. Okay. Szuper. Igen, adakoztunk, te is adakozz bátran. Itt vannak a Stromblock nódok, ugye ez egy nód szolgáltatás. Az a lényeg, hogy veszünk egy nódot, 110 naponta kitermeli azt az összeget, amiből vettünk egy nódot, és ugye azt, ha visszaforgatjuk, akkor már csak 55 nap alatt termeli ki, illetve ugye, hogy mi csináljuk, közösen összeállunk, összedobjuk a pénzt, és mindenki annyival részesedik, annyi százalékkal, amennyivel érkezik, és ugye hamarabb vissza tudunk termelni. Például pár nap alatt már elérjük azt, hogy el tudunk indítani egy újabb nódot, illetve utána ugye a következő körben kivesszük a nódokat. Látszik, hogy jelenleg 28 nódja fut a CryptoMinds csoportnak, úgyhogy még egy-két visszaforgatás lesz, és elkezdjük kifizetni a csoportokat ugye a sorrendben, ahogy beérkeztek, és ugye utána eldöntjük. Tervben van az is, hogy ezt a nód szolgáltatást jobban kiterjesztjük, és más nódokkal is foglalkozunk, de értem szerint ezt a csoport majd eldönti, erre nekem lesz majd egy javaslatom. Ha ebbe szeretnél jönni, szeretnél részt venni a közösben, vagy saját nódot szeretnél, és abban kell információ, akkor ugyancsak Eva Mamacita tud segíteni, úgyhogy neki tudsz írni. Oké, okay. MetaMask csalások, lopások, nézd meg ezt a pinált üzenetet, illetve nézd meg a hasznos linkeket, tőzsdei linkek, hol regisztrálj, hol kapsz kedvezményt, stb. Mind nézd meg, itt találod. Eva új Binance Matching projekteknek a szignáljai, ugye ezek az új projektek általában, például amikor a CoinMarketCap belistázza őket, akkor is nagyon jól tudnak menni, és erre időben, még a listázás előtt, vagy a listázás pillanatában kapunk egy szignált például, ami nagyon jól tud hozni, főleg, hogyha ugye itt a csoport ezt egymás közt jól megbeszéli, és frankó stratégiával kereskedi le. Látunk már olyat, hogy egy BNB-ből valaki 9 BNB-t csinált, de olyanból is, hogy 20 dollárból csinált 900 dollárt. Oké, menjünk tovább. Ugye valószínűleg az elején nem mondtam, mert akkor elmondom most, hogy ami ebben a videóban és a különböző csatornáinkon elhangzik, semmi nem pénzügyi tanácsadás, nem befektetési tanácsadás. Ez arra szolgál, hogy edukáljon téged és szórakoztasson. Tedd meg a saját kutatásod, annak megfelelően döntsél. Nézzük a chartot. Ethereum. Egyelőre a 2800-as szintet figyeljük.
hogy elég ronda ez a letörés, de amíg a 2800 tartja, ami ugye február 13-14-én is meglátogatta az ár, addig valójában ez egy bull flag-et alkot. A head and shoulders, a fordított head and shoulders egyelőre emiatt itt lehet, hogy invalidálódik, valójában nem törtünk nyakonat, ugye az akkor lett volna, hogyha itt hát mondjuk majdnem, hogy törtünk volna, igazából nem tört nyakvonalat, mert lefele indult el az ár, szóval jelenleg ez invalid, ez a inverse head and shoulders, inkább egy bull flag-et kezd alakítani. Jó, nézzük meg a bitcoint. A bitcoin is ugye rondán leszúrt, ha 4 óráson nézzük, akkor látjuk, hogy ugye ez volt ez a cluster, ami a 39, nem is 39, szóval van, mondjuk 40 ezer dollár, és beszúrt ezen klaszter alá, szóval átszúrt ezt a klasztert, ugye itt elég sokat konszolidált rá, átszúrt ezt a klasztert, úgyhogy innen nagyon könnyű esés 39 ezer dollárig, meglátjuk, hogy addig lemegyünk, de a következő szint 39 ezer, 38 ezer dollárnál lesz, ami mondjuk jó esélye megfoghatja, és ott visszapattahat az ár. Ugye pont arra beszéltünk, hogy az, hogy itt konszolidálódik, az egy erősségjele, hát most az erősséget ugye a piaci pánik egy picit lerombolta, meglátjuk, innen ugye egy nagyon komoly visszapattanás is jöhet, amennyiben ugye a pánikot felváltja egy picit az optimizmus, a minden esetre minden, amit 39 ezer dollár fölött konszolidálódik, az erősíti a bitcoin. Ekközben a bitcoin shortokat elég brutál módon megnövelték, látjuk, hogy egy nap alatt egész komoly növekedést mutatnak a bitcoin short pozíciók, szóval a traderek itt vannak, és jelenleg ugye kihasználták ezt a pánikot. Oké, dióhéjban ennyi így mára, feltétlenül írd bele, kérlek a kommentbe, hogy hova várod a bitcoin árát február végére, ez nagyon érdekelne, hogy mondjuk 40 ezer dollár fölé, alá, vagy esetleg 50 ezer dollár fölé, vagy alá, és írd bele kérlek a kedvenc altcoinodat, mert arra rá fogunk nézni. Ha minden igaz, akkor pénteken, azaz amikor nézed a videót, akkor ma live-ot fogunk csinálni, erről megy majd az értesítést, és posztoljuk a Telegram csoportba. Örülök, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megnyomtad a like-ot, csodaszép napot, sikeres hétvégét, és ne felejtsük el, hogy holnap péntek, azaz ma már péntek van, ami opciózárást is egyben, és ugye egy kis pánika mespékelve elég éles volatilitás jöhet a nap folyamán, úgyhogy csak óvatosan. Hello, hello, szia, csodaszép napot!